Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Hamarosan ismét felhúzzák a függönyt a Jókai Színházban, és újra elindulnak az előadások. A témában ma esti vendégünk Seregi Zoltán színházigazgató. Köszöntöm a stúdiónkban. Én is köszöntöm, és a nézőket is. Előadások jelenleg nincsenek a színházban, de próbák ugyanakkor zajlottak az elmúlt hetekben, hónapokban is. Milyen az aktivitás most a színház falai között? Hát nagyon nagy az aktivitás, hiszen ugye az a különleges helyzet állt elő, hogy nem játszhattunk takarékossági okokból a színházban, nem tarthattunk előadásokat. Egyébként nagyon sok áramot és gázt takarítottunk meg, úgyhogy megpróbáltunk megfelelni ennek a kihívásnak, de közben tudtunk dolgozni. Igaz, hogy csapkában, sálban, olykor kabátban, de hála Istennek eddig megúsztuk komolyabb betegség nélkül, és most már alig van hátra 2 hét, már annyi sem, hogy újra nyithatunk, és akkor már talán nem lesz szükség ilyen értelmű takarékossági intézkedésekre, amikre eddig. Ugye van nekünk egy óriási szerencsénk, a Szentes. Ugye azt 2 éve, másfél éve csináljuk, oda visszük az előadásainknak egy részét, ott bérletet csináltunk, bérletrendszert, és gyerek és felnőtt előadásokat is viszünk, összesen 9 előadást, 5 gyerek és 4 felnőtt előadást viszünk. Ott lehet játszani, ugye ott a fűtésrendszer a termálvízre épül, és csak akkor kell gázt használni, ha rá kell erősíteni, ha nagyon hideg van, de szerencsére nem volt nagyon hideg, úgyhogy ott ki lehetett gazdálkodni ezt a 9 előadásnyi estét, illetve a gyerek előadások esetében délelőttöt, hogy játszhassunk. És ezt úgy tudtuk a legmaximálisabban kihasználni, hogy ugye próbálni tudtunk itthon, próbateremben, és amikor a díszlet elkészült, akkor azt Szentesen fölállítottuk, és ott csináltuk meg a főpróbákat, és ott mutattuk be. Így aztán szinte minden előadásunk készen van, az utolsó épp most készül, azt március 25-én mutatjuk be az országúton, Szentesen, az nem béletben megy, az csak előbemutató lesz ott, és akkor gyakorlatilag az Agatha Christie krimi a gyilkosság megrendelésre kivételével minden előadásunk elkészült, gyerek előadások, felnőtt előadások. Sajnos ugye a sűrűsödés miatt ezt az Agatha Christie darabnak a bemutatóját, ezt sajnos el kell halasztanunk szeptemberre, de én úgy gondolom, hogy ez is egy nagy dolog, hogy 3 hónap szünet után, 2,5 hónap alatt, gyakorlatilag április, május, június, egy darab kivételével minden bérletes előadásunkat át tudjuk adni a bérletes nézőinknek. Úgyhogy ez a Szentes, ez ilyen nagy segítség volt ebből a szempontból. Egyébként hadd mondjam el, mert nem biztos, hogy tudják, hogy mindenki tudja, hogy Szentesen van egy szerződésünk az ottani működtetésre, amire egyébként a Békés Csabai Színház költségvetésétől függetlenül kaptunk támogatást a minisztériumtól, illetve a Szentesi Önkormányzattól. Tehát ez tulajdonképpen független a Jókai Színház helyi költségvetésétől a Szentesi működés. Még hogyha egy kicsit a háttér folyamatokba így bepillantást kaphatunk, ugye említett, hogy itt Békés Csabán próbálnak, utána Szentesen van a főpróba, egy-két alkalommal ott eljátszák a darabot, és utána idézőjelben felkerül a polcra, és amikor kell, itt előszedik, vagy azért lesz lehetősége a színészeknek is egy kicsit visszarázódni, egy kicsit belelendülni vissza megint a szerepbe. Hogy néz ez majd ki? Az az igazság, hogy ezt a színházi emberek tudják, hogy ha úgy teszünk el egy darabot, mint ahogy a Covid-nál ez gyakran előfordult, Covid idején gyakran előfordult, hogy nem tudtuk bemutatni, mert nem lehetett, de próbáltuk egészen addig, amíg bemutatható állapotba került, de mégsem került a közönség elé. És ugye egy színdarab az akkor válik teljessé, hogyha
a közönség elé kerül, mert magunknak játszani, magunknak lehet próbálni, de magunknak játszani nem lehet, csak a közönségnek. Tehát ott lesz teljessé egy előadás. Na most itt ugye sikerült teljessé tenni, hiszen bemutattuk, közönség látta, nem egyszer, hanem többször. Ez vissza is hat egyébként az előadásra, ugye a közönségnek a reakciói azok beépülnek az előadásba, ezért is szoktunk nyilvános főpróbát tartani, hogy kiderüljön a közönség reakciói. Úgyhogy itt kiderültek, ezek beépültek, és így lett igazán kész az előadás. Tehát a közönséggel lesz igazán kész egy előadás. És ha így tesszük el, akkor sokkal egyszerűbb felújítani már, sokkal kevesebb próba és energia kell hozzá, hogy felújítsuk. És ezért sikerül ezt az április-májust így megcsinálnunk, hogy lejátszunk minden előadást, mivel ezt egy-két próbával már föl lehet újítani, tehát nem vesz el plusz időt, illetve színpadot a felújítás. Mintha nem lett volna közönséget bemutatva, akkor az akár egy hét is lehet egy felújító próba. Visszatérve Szentesre, maga az, hogy innen a székhelytől egy körülbelül 80 kilométerre el kell ingázni felszereléssel. Ezt hogyan élik meg, hogyan győzik, mind fizikai kapacitást tekintve, mind ugye a személyeket? Hát nyilván ez egy kicsit megterhelés, de ahhoz képest hát ez egy óra alatt odaérünk, tehát nem olyan nagy probléma, és nagyon szeretik. A társulat nagyon szeret Szentesen játszani, nagyon jó a közönség, és nagyon megszerette a Békés Csabai társulatot, tehát már várják az előadásokat, megismerték a színészeket, úgyhogy, és egy gyönyörű, gyönyörű környezet, ahol öröm játszani. Tehát ez persze picit megterhelés, mert több előadás, meg utazni kell, meg visszakönni, tehát az az egy óra oda, egy óra vissza, az azért belefér, úgy gondolom, és nem okoz problémát. Itt pedig már Békés Csabán egy-két hét, és egészen pontosan március 31-én már ismét előadást láthat a közönség. Mi lesz ez, mivel kezdődik az újranyitás tavasszal? Hát Gogoly örökérvényű szatirikus vígjátékát, a Revizort mutatjuk be, amit természetesen Szentesen már játszottunk, és nagyon nagy sikere volt, nagyon szerette az ottani közönség. Egy sajátos Commedia dell'arte stílusú előadás lesz ez, Pataki András rendezésében, aki már több sikeres előadást rendezett nálunk. Egyébként ő volt a helyettes kulturális államtitkár, azt hiszem két hete mondott le sajnos. Nekünk ez jó lett volna, ha ő ott maradt, de lemondott. Nyilván megvoltak az okai, de egy nagyon jó kis előadást rendezett, úgyhogy reméljük, hogy a Békés Csabai közönség is szeretni fogja. És ezt követően mennyire lesz sűrű a program, ugye van mit bepótolni. Decemberben is láthattuk, hogy a bezárás előtt nem volt ritka az, hogy nap mint nap szinte folyamatosan 2-3 előadást is játszottak. Most tavasszal is hasonló várható? Hát bizony, nem lesz könnyű, hiszen a gyerek előadásoknál nagyon szigorúan betartottuk azt, hogy egy órás legyen. Nem csak azért, mert ez már évek óta így van a pedagógusokkal való egyeztetés után, hogy úgy gondolják, hogy körülbelül egy óra az, amit mondjuk a kisebbek, de általában azért én úgy gondolom, hogy a felnőtt közönség is, mert egy óra, 10 perc az, amit koncentráltan végig tud ülni. És így, amennyiben ez így van, és így van, akkor 3 gyerek előadást el tudunk játszani, 9 órakor, 11 órakor, és 13, vagy 14, vagy 15 órakor, ez attól függ. És akkor, amire eddig nem volt példa, de így, hogy szigorúan tartjuk ezt az egy órát, és a díszlet tervezéseknél figyelembe vettük, hogy könnyen lebontható és fölépíthető díszletek legyenek, ezért a mi kiváló műszaki gárdánk meg tudja oldani azt, hogyha vége van mondjuk 2-kor a gyerek előadásnak, vagy akár 3-kor, hogy az este 7 órás felnőtt előadásra be tudják állítani a színpadot. Tehát le tudják bontani a gyerek előadás díszletét, és fel tudják állítani a felnőtt előadás díszletét, ugye az már 4, és mellette még a Kamara Színházban tudjuk játszani a kamaradalgot, ami egyébként mindig egyeztetve van színészileg, tehát hogy azok párhuzamosan tudnak működni.
Úgyhogy ez bizony 5 előadás is akár egy nap. Volt már erre példa a Covid utáni pótlásoknál is, mert én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy sok színház elhagyott előadásokat, meg visszafizette a bérleteket, meg. De én annak a híve vagyok, hogyha egyszer megtiszteltek bennünket a bérletesek azzal, hogy egy évre előre megvették tulajdonképpen a jegyet, a bérlet formájában is a jegyeket, hiszen az több jegy, akkor nekünk kutya kötelességünk tartani a szavunkat, és bemutatni azokat az előadásokat, amikre ők megváltották a bérletüket. Most nyilván a bezárás miatt ez nem tudott olyan ritmusban, ahogy ez szokott lenni, hogy minden hónapban van egy-egy bérlet, hanem ez most sűrűsödik, tehát itt 2,5 hónap alatt, mert június közepére fejezzük be az évadot, mindent megkapnak, amit egyébként hosszabb idő alatt szoktak megkapni, de én gondolom, hogy ezt nem bánják, mert nagyon bízom benne, hogy ki vannak éhezve már a színházra, mi is ki vagyunk éhezve már a közönségre és az előadásokra, úgyhogy én remélem, hogy ezt megértik, ezt a helyzetet, amiről nem mi tehetünk, mi igyekszünk ezt maximálisan úgy megoldani, hogy jó legyen mindenkinek. Igen, és biztosan megvan a közönségnek az a része, ahogyan ön is fogalmazott, hogy már ki van éhezve arra, hogy egy kis kultúrát, egy kis vidámságot kapjon. A jegyeladásokból, illetve visszajelzésekből ön hogyan látja, mennyire várják ezt valóban? Tehát mit mutatnak a számok? Hát a számok még nem mutatnak semmit igazából, mert még nem nyitott ki a jegyirodánk, majd most fog a jövő héttől kezdjük el felfűteni, mert ugye nem van az utca fronton, ott nagyon lehűlt a levegő. De már elkezdődött a szervezés, és nagyon nagy az érdeklődés, számok még nincsenek, de annyit hadd mondjak el, mint sztorit, hogy a nőnapon fiatal színészekkel a Csaba Centerben, a Csaba Centerrel közösen virágokat adtunk a hölgyeknek nőnap kapcsán, és hát én 10 hölgyből, akinek én adtam virágot, abból 5 vagy 6 azt mondta, hogy jaj, mikor nyitnak már nagyon hiányzik a színház. Tehát ez egy elég jó arány, azt hiszem. Nagyon jól esett, hogy ilyen várakozás van. Mi is nagyon várjuk, örülünk, hogy végre kinyithatunk, és végre azt csináljuk, amiért vagyunk, vagy amiért fizetnek bennünket, vagy amit várnak tőlünk, sokféleképpen lehet megfogalmazni. És reméljük, hogy így is maradhat. Igen, és hogy végre azt csinálhatjuk. Seregi Zoltán igazgató úrnak köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm én is. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!